Sziasztok, Andi vagyok! Itt is lennék a The Sims 4 Island Living minisorozatomnak a következő részével. Ebben a részben mindenféleképpen szeretném egy kicsit jobban felfedezni ezt a világot, amit ugye a kiegészítő csomaggal kaptunk, úgyhogy biztosan el fogok majd utazni néhány közösségi telekre. Valószínűleg mindegyik nem fog beleférni, ugyanis eléggé sok van, ahogy láttam, de azért néhányat meg szeretnék nézni, illetve szeretném Lillának néhány ugye életcélját teljesíteni, hogyha jól tudom, akkor például volt egy olyan, hogy ugye napozzon, illetve egy ilyen kókuszdiót. Szerintem ezek egyszerűek, úgyhogy remélhetőleg ezeket majd tudom is teljesíteni. A káva parti az nem tudom, hogy mennyire nehéz, de majd esetlegesen azt is megnézhetnénk. Viszont ahogy látom, most már kezd este lenni, és jaj ne, már most kezdődik. Azonnal takarítsd föl, és remélhetőleg ezzel meg fogod majd tanulni azt, hogy szépen rendet kell tartani. Ó, a kutya meg közben eszik a szemétből. Oké. Kisgyerek miért nem tudja felfordítani a kukát? Mi ebben a logika? A kutyát viszont jó lenne egy kicsit leszúrni, mert nem szeretném, hogyha folyamatosan a szemétből enne. Nem eszünk szemetet, mert aztán meg fájni fog a pocakot, utána meg vihetlek az állatorvoshoz, és nem hiszem, hogy túl sok állatorvos van ezen a szigeten, úgyhogy légy színe. Jó? Oké. Remélem, akkor ebből most így meg is tanultad. Ezeket egyébként szépen kidobhatnám, mert ahogy látom, megromlott az a kaja, amit még az előző részben készítettem. Amúgy érdemes lenne valami új kaját is készíteni. Illetve, hogyha lehet otthonról dolgozni, akkor néha fogom választani azt a lehetőséget is. Már csak azért is szeretném ezt, mert nem szeretném azt, hogyha a vége a sorozat alatt csak a munkahelyén lenne Lilla. Azért az nem lenne annyira izgalmas, és így legalább ugye új interakciókat is meg fogunk ismerni. Az első napot egyébként már letudtam munkahelyén, úgyhogy szerintem a következő alkalommal, amikor be kell mennie, már elő is fogják léptetni, ami egyébként tök jó lesz, viszont más szimekkel kellene beszélgetnem, és ez nem tudom, hogy mennyire kivitelezhető most így este. 11 órán belül egyébként majd megint el kell mennie dolgozni, és itt egy hajó. Ez a hajó eddig is itt volt? Ez kinek a hajója? Fel lehet esetleg erre szállni? Fel tudok menni párkinek a hajójára. Azért az mondjuk érdekes. Remélhetőleg nem lesz mérges a tulaj. De ezt most szeretném kipróbálni. Na gyere ide, most nincs itt senki. Akár még sellővé is változhatsz. Igyekeztem egyébként nem átváltozni. És a sorozat alatt nem is szeretnék vadidegen emberek előtt átváltozni. Nem tudom egyébként, hogy a tesónk tudhat-e erről az egészről. Talán az lenne a legizgalmasabb, hogyha ő sem tudna róla, de... Na nézd meg. Az a vámpír? Jön a vámpír? Ne. Ez az a Vlagyi lesz, nem? Vlagyi, te vagy az? Igen, ő az. Jön megharapni. Még nem volt időm beszerezni egy fokhagymát, viszont... hát, ha neked ez a summer buddy-d, akkor a következő nyárra szerintem valami jobbat is összekaparhatnál. Ide csak nem fog követni. Amúgy most tuti azért jön, hogy megharapjon. Ez a csávó, ez mindig csak azért jön, hogy megharapjon. Hű, de oda pattant. Meg is betegedett. Mitől betegedett meg Lilla? Stuffed up. Hát nem írja, hogy pontosan mitől lettünk betegek, lehetséges, hogy a kajától, és most itt el is aludtunk ezen a random hajón. Fantasztikus. A kislányhoz megy a vámpír? Loud noises, monster. Ja, oké. A szörny az ágy alatt. Ezen a szigeten is kísért. Akkor viszont megint meg kell, hogy vegyük a Pikachu-s lámpát, mert miért ne? Szóval akkor kúlala. Fantasztikus egyébként. Ezt szerintem igazán kihagyhatták volna a játékból, vagy legalábbis opcionális kellene szerintem, hogy legyen. Az, hogy jön-e a szörny, vagy nem jön a szörny. Nekem most már kezd egy kicsit elegem lenni ebből a szörnyből. Remélhetőleg akkor ez a lámpa is védeni fog. Egyáltalán nem illik ez a házhoz, de legalább így most nyugalomban lesz a gyerek. És amúgy tudna beszélgetni a szörnyel, lehet, hogy az lenne a legegyszerűbb, hogyha összebarátkozna vele. És akkor remélhetőleg egy idő után már békén hagyná. Most energize állapotban van, azért, mert találkozott a barátjával. Akkor végül is meg lett oldva, barátok lettünk a szörnyel. Innentől kezdve nem tudom, miért fog megijedni. Hajjon ide a vámpír. Tűnj innen! Nem, nincs rád itt szükség. Kislánnyal kimegyek, és azt mondom, hogy menj innen, vámpír bácsi! Gyerekeket csak nem fog megharapni, nem? Na. Király! Problem solved! Viszlát, vámpír bácsi! Örülök, hogy találkoztunk, soha többet ne gyere! Be kell szereznem a számítógépen egy kis fokhagymát. Azt nem tudom, hogy a gyerekkel vajon tudok-e rendelni fokhagymát. Hát, gifteknél lehet esetleg? Szerintem a vámpír cuccoknál lesz a hagyma. Úgyhogy ezt valószínűleg csak Lilla tudja megrendelni. Hajnalka sajnos nem. Úgyhogy akkor most ide küldöm. Remélhetőleg nem fog szagot fogni a vámpír. Bár egyébként valószínűleg... Ugye neki nem is olyan vére van, ami ízlene a vámpírnak. Nem tudom egyébként, hogy a sellőknek milyen vére van. De én bízom benne, hogy valami teljesen másféle. És az nem kell a vámpíroknak. Szóval akkor szeretnék rendelni
Legalább 2 darab garlicot. De csak garlic seedet lehet rendelni? Akkor ültetnünk kell. Fantasztikus. De lehet, hogy akkor ezt jól lenne, ha kibontanánk. 2 darab garlic volt benne. Mondjuk, actually, hogyha egyet magamnál tartok, egyet pedig elültetek, akkor a felnőtt címemet meg fogja védeni, ugye a vámpírtól. A kislány pedig még, hogyha jól tudom, nem tudja megtámadni a vámpír, úgyhogy ez így még akár működhet is. Valamiért azt gondoltam, hogy ugye nem a növényt fogjuk megkapni, amikor megvásároljuk a magot, hanem rendes magot, de ez a Sims. Itt elültethetjük teljesen a növényt egymagába, és kinő belőle bármi, olyan, mint az ananász. Esetleg lefotózhatnánk hát, hogyha ezzel majd jobb teljesítményünk lesz a munkahelyünkön. Egyébként 6 órán belül dolgozni kell, úgyhogy lehet jó lenne, ha lefeküdnénk aludni. Mert az nem lesz kellemes, hogyha hullafáradtan kell elmennünk, és a kislányt is szerintem lefektetem. Mit teszik? Mi az itt? Peas. Aha. Egy kis borsót csak úgy magába, egy kis fagyasztott borsót benyom a gyerek. Egészségére. Igazán jó lét van. Na, de ez legalább ingyenes kaja. Tehát éhen halni biztos, hogy nem fognak a szimeim. Szerencsére nem tudnak éhen halni ugye a játékban, mert ha van hűtő, akkor van ingyen kaja. És hűha, hívnak minket a telefonon. Tudok munkába menni, illetve tudok itthonról is dolgozni. Lehet, hogy akkor ma itthonról dolgozom. Ó, el kéne utaznom Muapel Amba, és ott fel kellene szednem 3 darab szemetet. Na jó, akkor viszont utazzunk el. Visszük magunkkal a bundást is, nem szeretném itt hagyni. Bundás már ott fog rám várni? Azt se tudja, hogy hova megyek, de ott fog rám várni. Muapel Am, ó, akkor viszont lehet, hogy nem is utazunk. Bundás, remélem akkor te még nem indultál meg, ugyanis maradunk itt. És akkor itt kellene felszednem 3 darab szemetet. Hogyha jól emlékszem, akkor itt volt egy szemét, úgyhogy akkor lehet, hogy ezzel kezdhetnénk. Egy szemét akkor pipa. Hol van még több szemét? Bárcsak ne lenne amúgy, de lesz. Biztos vagyok benne, ez is szemétnek számít valószínűleg. Ez micsoda? Ez egy széttörött hordó? Érdekes, érdekes. Jó nagy egyébként ez a terület. Wow, itt egy hajóroncs. Ezt is amúgy megnézhetnénk majd, és itt van egy barlang. Beküldöm a barlangba. Kíváncsi vagyok erre a barlangra. Milyen királyul néz ki amúgy? Ez itt egy festmény? Ez itt egy festmény. Ezt helyre lehet vajon állítani? Valakinek a születésnapja lesz. Hajnalkát viszont nem hívták meg. Hát akkor engedd el. Majd, hogyha lesznek barátaid, akkor úgyis meg fognak téged hívni. Egyébként sem hiszem, hogy jó lenne csak úgy beállítani egy ilyen vadidegen embernek ugye a születésnapjára. Hogyha nem hívott meg, akkor annak oka van. Miközben Lilla a barlangon átkelt, egy elbűvölő dallamot hallott, gondolom egyébként akkor ez a szirének éneke lehet, egészen magával ragadó harmóniája volt. Amikor megfordult, akkor észrevette, hogy sellők énekeltek, és teljesen elvarázsolta ez a gyönyör. Lilla közel merészkedett a medencéhez, ahol látta a sellő pedig magához ölelte. Hát milyen kedves kis történet. Még jó, hogy egyébként nem bántott minket, vagy nem harapott meg minket. Bár nem tudom egyébként a sellők mennyire szoktak harapni, de lehetséges, hogy vannak harapós sellőfajták. Viszont itt is van még egy kis szemét, úgyhogy szerintem ezt is felszedhetnénk. Amúgy ez is egy ház? Ó, és itt lakik valaki? Ellátogatunk ide, hát ha esetleg lakik itt valaki. Ez egyébként hasonló a Strangerville-es repülőgép roncshoz. Tudjátok, ott lakott egy ilyen nagyon furcsa alak. Aki ilyen repülős ruhába volt, ilyen pilóta ruhába, de itt sajnos nem lakik senki. Pedig milyen király lenne ide bemenni? Ó, akár ide is költözhettünk volna. Lehetséges, hogy akkor majd el fogunk költözni, megnézzük a többi házat is, mert azért az is érdekes lenne. Ugye nem úsztál. Láttam, hogy már kiadtad magadnak, mint feladat, hogy úszni szeretnél, de most nem szabad. Most tényleg nem szabad. Kislány egyébként közben még suliba van. És hát nem tudom, hogy mit csináljon. Esetleg barátkozhatna. Most tényleg nem fontos az, hogy ugye jó jegyei legyenek, úgyhogy én azt mondom, hogy szerezzen magának barátokat, úgyis ez az élet célja, attól lesz boldog, attól fog ugye pontokat kapni, úgyhogy nekem ez így teljesen jó most, hogyha egy kicsit gyerek lehet, és nem csak azzal kell foglalkoznia, hogy egész nap robottól azért, hogy jobb jegyeket kapjon. Jó, nyilván ez is fontos, én nem mondom azt, hogy nem kell tanulni, de azért a barátkozás is egy nagyon, nagyon szerves része a sulinak. Jó, akkor ezt a Research Conversation-t még megcsinálhatnánk. És akkor azzal már ki lesz pipálva minden. Azt viszont nem tudom, hogyha most délután 4-kor lejár a munkaidőnk, akkor előléptetnek-e úgy is, hogy itthon vagyok.
vagy el kell, hogy menjek a munkahelyemre. Erre sajnos már nem emlékszem, hogy hogy volt a Stranger Village gamepackbe, és ilyen otthoni munkát ugye nem végezhetek sajnos a 100 baba kihívásba, szóval elég régen volt már olyan, hogy ilyet csináltam a Sims-be. Jó. Akkor ezzel is megvagyunk, úgyhogy remélhetőleg elégedettek lesznek velünk most már a munkahelyünkön. Egyébként taníthatnánk valamit Bundásnak, esetleg megtaníthatnánk őt beszélni. Valahogy egyébként már alapból tudja a heal parancsot, lehetséges, hogy azért, mert ugye hűséges kutya, de ilyet amúgy még nem igazából láttam. Hajnalka megismerte Max-et az iskolába. Na és mesélj nekem, Hajnalka, Max milyen fiú? Helyesnek tűnik. Amúgy ez a Makoa, ez úgy néz ki, mint a Life is Strange-ben Sean, amikor levágják a haját. Nekem ugye nem vágták le a haját, de itt tökre úgy néz ki, és nagyon örülök, hogy nem vágták le a haját, mert szerintem borzasztó ez a hajstílus, legalábbis a játékban borzasztó volt. Itt lehetséges, hogy azért jobban megcsinálták, de szerintem baromira hasonlít rá. Tehát, hogy így mindenhogy. Akár ez is lehetne a neve. Na jó. Mi a baj, kislányom? Aj, nagyon szeretne játszani a számítógépen, mert borzasztóan magányos, meg nagyon-nagyon lent van a fán is, úgyhogy elkezdett egyből tetriszezni. Pedig akár simszezhetnél is, úgyhogy simszezzél inkább, én azt mondom. Jobb lesz ez. Oh, those memories. Annyira szeretnék újra Sims 1-jel játszani. Így nézett ki a Sims 1. Tehát, hogyha esetleg valakinek ez újdonság, így nézett ki a Sims 1, és borzasztóan éltem. Ez volt egyébként az utazásos kiegészítő, ami abból állt, hogy volt egy havas terület, volt egy trópusi terület, illetve volt egy ilyen hegyvidékes terület. Mindegyikre el lehetett látogatni. Egyébként ezek egy világban voltak, így egymás mellett. Úgy, mint mondjuk itt a közösségi telkek. És egyáltalán nem zavarta az embert, hogy a havas terület mellett egyből ott volt egy ilyen trópusi világ. Ó, oh, igen. Na, vissza akkor az új kiegészítőhöz, az Island Livinghez, ahol már ugye külön kapjuk meg a világokat, külön kiegészítő csomagokban. Ami egyébként valahol klasszis, meg valahol jó volt a régi rendszer is. Na, szóval akkor itt most elküldöm WC-zni. És megint ki van borítva a kuka. Ezt ki csinálja? És az az Electronic Upgrade part, ez hogy került ide? Ezt nem hiszem el, szerintem valaki azzal szórakozik, hogy felborogatja a kukánkat. Most már meg fogom figyelni, amúgy lehet, hogy a kutya csinálja. Ah, ott egy kis szeretett csomag. Egy nagy kutyakaka. Köszönöm szépen, erre volt most szükségem. Ezt amúgy felvehetnénk, hát ha jó lesz valamire. És akár készíthetnénk valami finomat. Olyat, ami vega, mert ugye Lilla vegetáriánus. Úgyhogy akkor csináljunk egy fruit salad-ot, mert miért ne, party size-ba. Bár olyan sokan nem élünk ebbe a háztartásba, de hogyha elrakjuk a hűtőbe, akkor ugye nem lesz baja. És remélhetőleg most már nem fognak minket a vámpirok se bántani. Kicsit azért félek megint az estétől. De hogyha jól tudom, amikor nálam van a fokhagyma, akkor az ugye távol tartja a vámpirokat. Remélhetőleg nem kell megenni és nem fokhagyma szagúan kell bűzleni. Mert mondjuk akkor az elég nehezen kivitelezhető lesz, hogy állandóan ezzel foglalkozunk. Amúgy itt van ez a káva shrub. Ezt is esetleg megvizsgálhatnánk, hát hogyha ezzel is növekszik a munkánk, illetve kavarútot lehetne belőle begyűjteni. Most ezt megvizsgálom, ugye? Igen, megvizsgálom. Vagy csak kérdőíveket teszek fel neki, és aztán majd válaszolhat rá, hogy egy 1-től 5-ig terjedő skálán mennyire gyakran szokott gyökereket növeszteni magából, illetve hogy mennyire érzi jól magát úgy, hogy egy gyökér. Na, kislányt akkor még most elküldöm gyorsan, hogy intézzel a pisikaki fürdés ilyesmit. És utána szerintem akár le is fektethetnénk aludni, bár hogyha jobban érzi magát, lehet még a leckébe is bele-bele irogathatna, hogy azért a suliban is valamennyire teljesítsen. Mondom, nem célom az, hogy mondjuk 5-ös legyen, de azért lehetséges, hogy nem ártana, hogyha nem lenne teljesen butácska. Azért az se, hogyha felkészületlenül megy iskolába, mert akkor meg a többiek meg kinevethetik az órán, hogy hát ez a lány ez semmit sem tud, és az nyilván neki sem lenne jó. Hello, te ki vagy? Hello, te ki vagy? Ő mérges. Ő egy mérges sellő. De miért ilyen mérges? Miért van egy felkiáltó jel a feje fölött? Nem szereti azt, hogy mondjuk koszos az óceán? Vagy mi a baja? Beszélgetek vele egy kicsit. Amúgy eddig is így nézett ki a vulkán. Nekem úgy tűnik, hogy most sokkal inkább háborog, mint eddig. Érdekes egyébként, hogy vannak ilyen nagy foltok is az óceánban, vagy hát a tengerben. Nem tudom, hogy ezeket például majd el lehetett tüntetni, vagy ez így teljesen oké, hogy itt van. Kislányt amúgy lehet ide küldöm, megnézem. Mert én leszek amúgy az év testvére, aki a kis testvérját egyedül hagyja, miközben ő a vulkán mellett fog ücsörögni. Sőt, akár megírhatnád itt a leckédet a vulkán mellett. Nem mondhatja egyik osztálytársa sem, hogy a vulkán bögyében írtad meg a házi feladatot.
Én azt mondom, Lilla az év testvére. Ez itt még parázslik. Tehát, hogy itt amúgy valószínűleg meleg van. Ennek ellenére egyáltalán nem panaszkodik a kislány, úgyhogy szerintem neki ez így jó. Lehetséges, hogy a pokolból jött. Lehet, hogy amúgy ő gonosz. Mindjárt a nyuszis papus is meg fog rajta jelenni. De mit csinál? Hát megint úszkál ez a lány. Aztán meg észrevesznek, mit fogok csinálni? Valószínűleg senki nem fog ránk kiakadni, mert ahogy látom, itt össze-vissza úszkálnak a sellők, de is szeretném ezt titokban tartani, ami kb. Lehetetlen lesz. De mindegy. Még ugye az előző részben aggódtam azon, hogy mi lesz a szememmel, hogyha elhízik, mert ugye egy ilyen haspólót adtam rá. Hát amennyit úszik, valószínűleg az életben nem fog ő elhízni. Amúgy egy kicsit horgászhatnánk. Aquatic lure. Hú, ez mit tud? Nézzük csak meg. A hidratációból levesz, viszont nagyon érdekel, hogy ez mit csinál. Ide tudom vonzani a halakat. Oké. Horgászhatnánk amúgy egy kicsit. Kíváncsi vagyok arra, hogy fogunk-e kifogni valami új halat. Mennyiféle fajta halacska van itt? Mondjuk az a sugér az nem tudom mit keres itt. Szerintem az nem egy tengeri hal. Itt van ilyen murénaszerű. Wow! Hát mennyi hal van? Ez ilyen harcos hal, ott van egy sportfish, karthal. Nagyon-nagyon jó pofa. Perotfish. Papagájhalat fogtunk. Ez is de jól néz ki. 8 kilós ez a papagájhal? És ezzel mit tudunk amúgy csinálni? Ó, bohóchal, ez is de aranyos. Akár amúgy horgászatból is megélhetnénk. Annyi minden lehetőség van itt. Angelfish, angyalhal. De jó! Gondolom akkor egy csomó új collectible is lett ezzel az új kiegészítő csomaggal. Hát a collectible-öket nem biztos, hogy mindegyiket össze fogom gyűjteni, de ilyen jó a horgászatban, tehát hogy most már egy voodoo babát is fogtunk. Cowplant berry! Viccesz! Ti is arra gondoltok, amire én? Örök élet? Csak azért, mert feláldozunk egy másik szimet? Aki esetleg nem is kell, hogy fontos legyen számunkra? Aranyhal. Na, aranyat ér? Mennyit ér? 7 szimoleont. 7-et. Akkor ez nem ér aranyat. Na jó, lehet, hogy amúgy érdemes lenne most már hazamenni. Viszont nagyon fáradt, és azt néztem, hogy van arra lehetőség, hogy aludjon a vizem. De jól nézett ki egyébként, hogy feljött a nap. Úgyhogy lehetséges, hogy kiadom neki azt, hogy aludjon. Sleep, igen. Gondolom ezt csak a sellők tudják megcsinálni, mert ott volt mellett egy ilyen sellő farok. Hát itt most nem nagyon vannak emberek, remélhetőleg nem fognak minket észrevenni. Bízom benne, hogy erre a kis szigetre nem fognak csak úgy eljönni mások. Amúgy ez is nagyon hangulatos, ez a kis közösségi telek. A kislány nem ment el suliba? Soha nem láttam még ennyire boldogan megindulni gyermeket az iskolába. Mondjuk elég furán néz ki. Kicsit büdös, kicsit éhes, kicsit fáradt. Egész este itt voltál a vulkán mellett? Bundás? Bundás jól érzi magát, jó. Sőt, Bundás hozott egy ajándékot is. Kell ma munkába mennem? 24 órán belül el kell, hogy menjek dolgozni, viszont az előléptetést még nem kaptam meg. Aha, mai nap akkor nem kell dolgoznom. Akkor viszont a holnapi nap már remélhetőleg elő fognak minket léptetni. Kíváncsi leszek, hogy akkor milyen feladatokat fogok akkor kapni. Viszont akkor ezt a szemetet is begyűjthetnénk. Hát, ha találunk benne valami kincset, értéket. Amúgy simán el tudom azt is képzelni, hogy ugye ezzel értékes dolgokat is tudunk szerezni magunknak. Illetve itt van még egy ilyen hajó. Ezen amúgy tudok napozni, mert mondtam, hogy szeretnék napozni is. Hogy tudok napozni? Meg kéne nézni a build módot szerintem. Most gyorsan akkor hazaküldöm a szimemet. Szóval build módban tudok venni esetleg egy napágyat, vagy valami törölközőt, vagy ilyesmit? Kiválasztom azt, hogy csak az Island Living-es cuccok jelenjenek meg. Ó, van itt egy kenú, meg van itt egy motorcsónak. De az a baj, hogy ide is lehet rakni. És ezt tudom is használni. Be tudom mondjuk rakni a szimemnek az inventoriába, vagy hogy tudom ezt használni? Beach towel, ez kell nekem. Milyen színűt vegyünk? Wow, ez jó. Ez tetszik. Ez nagyon színes, ez nagyon tetszik. Jó. Itt is tud, hogyha jól látom, napozni. És ezt pedig be lehet rakni az inventoriba. Király, tudunk menni jetskizni. Na majd akkor azt is ki szeretném próbálni. Ez mi? Férges lett. Slime-os. Ja, mert hogy szemét mellett úszott. Jó, hát akkor erre is oda kell figyelni. Ó, hát megvan, hogy fog titokban tartani.
hogyha nála van az inventoriában a jetski, akkor azzal utazik a helyet, hogy úszna. Milyen lusta! Hát, ilyenek ezek a mai sellők. Állj meg, te lány! Szeretném megnézni, hogy hogyan lehet csak úgy napozni. Place in word. Jó. Ragd le, és akkor itt tudsz napozni. Current outfit, swimwearbe, vagy mesztelenül. A jelenlegi ruhájában szerintem jó lesz. Nem kell amúgy őt bekenni naptejjel? Azért az nem lenne jó, hogyha leégnénk. Lehet venni naptejet? Sunburn protection, ez kell nekem. Jó. Akkor bekenjük magunkat. Hirtelen azt hittem, hogy saras a combja. De akkor remélhetőleg így majd szépen fogunk lebarnulni. És nem leégünk. Azért az is érdekelne, hogy mi van akkor, hogyha túl sokáig vannak kint a napon. Akkor is le tudnak égni, vagy csak akkor tudnak leégni, hogyha kifejezetten elküldöm őket napozni. Ó, árnyék jött. A legrosszabb dolog, amikor az ember szeretné lebarnulni, és jön egy árnyék. Nem egyébként a nagy melegben nyilván árnyékban kell lenni, de azért néha jól esnek a napsugarai, na. Kislányék mindig suliba van. Hű, de szívás lehet neki. Várjunk csak. Itt maradt! Nem ment ma suliba? Miért maradt itt? Nem tudnak lejönni innen, vagy mi? Mit fogunk mondani a suliba? Megírta a házit, tehát készült, de nem ment be órára. Ne! Ezt a lányt pedig meg kell tanítanom arra, hogy nem úszkálunk csak úgy a vízben, mint egy vidám lazac. Hihetetlen. Jó, feküdjél vissza, feküdjél vissza. Te amúgy teljesítette az életcélt, igen? Király, akkor kaptunk 50 pontot. Ez a káva party, ez egy event, amit tudok csinálni a telefonomon. A kókusz szeretném megnézni. Nem tudom, hogy hol nő kókuszfa. Körbe kéne nézni, hát, hogyha itt is van a szigeten, de lehetséges, hogy az csak egy másik közösségi telek környékén nő. Olyan nagyon nem akarok foglalkozni egyébként farmolással, de lehet, hogy néhány növényt, illetve új gyümölcsöt ültethetnénk itt a ház körül, de teljes kertészszímet nem akarok faragni a sellőmből. Van esetleg itt kókuszfa, ami leszedhető terméssel rendelkezik? Ezek vajon kókuszfák? Vagy sima fák? Elég nehéz amúgy megállapítani, hogy melyik az, amelyik olyan fa, mint teremne bármi is, de szerintem itt nincsen. Jó, utazzunk el, mert mondtam azt is, még a részleg elején, hogy szeretnék megnézni más területeket is, és annyi minden volt ezen a kis szigeten is, ahol élünk, hogy erre még nem került sor. Úgyhogy szerintem ide jövünk, mert ez tűnik a legélettel telibb területnek, bár egyébként itt van a bár, meg itt van a strand, de itt is van egy strand, úgyhogy akkor erre a strandra ellátogatunk, és akkor megnézzük, hogy itt mi van. Remélhetőleg itt majd találunk kókuszfát, mert tök jó lenne, ha tudnánk enni kókuszt. Bár lehetséges, hogy kókuszt tudunk venni valami árustól is, ugye az ilyen területeken szokott lenni árus. Lehet hatalmas nagy tábortüzet is rakni, mondjuk az nem tudom mennyire jó egy sellőnek, gondolom akkor hamarabb kiszárad, de lehet hatalmas nagy tábortüzet rakni. Remélem azért nem tud meghalni. Ez itt kifejezetten egy árusnak tűnik, aki nincsen jelenleg kinyitva, de remélhetőleg majd idejön és kinyit. Ha-ho, valaki esetleg nem szeretne nekem adni egy kókuszt? Kókuszt szeretnék. Te ugye azért szaladsz ide, hogy kinyis. Igen. Jó. Szia, Nalani! Nem te voltál a játék trailerében? Hogyha jól tudom, te egy sellő vagy. Na, van itt barbecue, salmon, kalua pork plate, roasted fish, pork adobo, grilled fruit, tropical vegetable plate. Hát, nekem kókuszra lenne szükségem. Úgyhogy... kicsit csalódott vagyok. Inkább megeszem a romlott gyümölcssalátámat. Ez itt micsoda? Taro root. Aha. Nincsen valahol kókuszfa? White coconut tree. Ez itt az. De még nem nőtt ki. És akkor többször el kell ide látogatnom, hogy kinőjön itt a kókuszfa. Nincsen valahol egy olyan, ami már kinőtt? És akkor csak arra kéne várni, hogy termése legyen? Mert ez így nagyon sok idő lesz. Akár mondjuk feshetnénk is valamit. Milyen szép amúgy ez a táj. Sad painting, egy szomorú festményt. Itt van előttünk ez a csodálatos terület. Tehát, hogy így mindenki erről álmodozik, hogy egyszer eljusson egy ilyen helyre. És ő azt mondja, hogy hát egy szomorú festményt azért lehet, hogy tolnék itt ezen a baromi ronda helyen. Úszkálni szeretne. Na jó, szerintem akkor most hazaküldöm.
majd akkor máskor visszajövünk ide. Remélhetőleg most azzal, hogy ide elutaztunk, elkezdett ez a fa növekedni, és legközelebb, hogyha ide jövünk, akkor már majd le tudjuk szedni a termését, vagy esetleg lesz a mi szigetünkön egy kókuszfa, amit eddig még nem vettem észre, és akkor hamarosan az is meg fog nőni, mert egyébként nem tudom, hogy fogunk kókuszt enni, a melltartónkat szerintem már nem lehet megenni, mert nem a kókusznak a külsejét szokták, meg amúgy is az hogy néz neki, úgyhogy akkor ez a következő részre fog maradni. Viszont nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, remélem tetszett nektek ez a rész, ha tetszett, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, írjatok kommentet, Andi voltam, sziasztok!